Sok szeretettel köszöntöm kedves nézőinket a Régió Plus Televízió térségi közéleti magazinjának 49. adásában. Bibók Barbara vagyok. Mai műsorunkban Gólya József Lobi tájékoztat minket a Galgamenti Természetvédő Egyesületről és a júniusi természetbarát gyermektáborról. Ismét beszélgetünk Tordai Piroskával, akitől ingatlanadásvételi tanácsokat kaphatunk. Végül pedig megismerkedhetünk a Gödöllő környéki regionális turisztikai egyesület működésével. Tartsanak velünk ma is! Első vendégem mai adásunkban Gólya József, Bece nevén Lobi, aki a Galgamenti Természetvédő Egyesület elnöke. Szeretettel köszöntöm Önt, József, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én is köszöntöm, valamint a Régió Plus nézőit. Örülök, hogy itt lehetek. József, a Galgamenti Természetvédő Egyesület működik már jó ideje, azonban nem biztos, hogy a térségben mindenki hallott róla, hogy ez az egyesület mivel is foglalkozik, milyen céllal jött létre. Adjunk némi képet a kedves nézőknek erről a dologról. Arról van szó, hogy mint vadász emberek, ugye természetet járjuk éjjel-nappal, szervezett társas vagy egyéni vadászatok formájába, és lépte-nyomon olyan sajnálatos eseményeket tapasztalunk erdőn-mezőn, ami ellen úgy érezzük, hogy tennünk kellene. Ez történetesen a környezetszennyezés. Más jellegű dolgok is vannak, de elsősorban a környezetszennyezés. A vadászásilagnak van egy megszabott élete, az egy gazdálkodó egység, sok minden hozzátartozik a tevékenységéhez, túl sok lett volna már felvállalni, pluszba még azt is, hogy egy ilyen viszonylag nagy szeletet felölelő természetvédő, vagy inkább egyéb feladatot is besoroljunk. Azért úgy gondoltuk, hogy megalakítjuk a tagjaink sorából ezt a természetvédő egyesületet, azzal a nem titkolt céllal egyéb iránt, hogy a pályázati lehetőségek, meg mindenféle más olyan támogatási rendszer benne sokkal nagyobb prioritást élvez, törvényi rendelkezések, nem pedig a jó vagy rossz indulat kérdése ez, egy ilyen természetvédő egyesület, de tényleg ezeken túlmenően elsősorban az vezérelt, hogy valamit tenni kell, mert gyakorlatilag a tarthatatlanságig kezd fajulni, vagy látszik fajulni környezetünknek a szennyezése. Hány tagot számlál az egyesület egyébként jelen pillanatban? 43. Ez elég szép létszám, azt gondolom. Mióta működik maga az egyesület? Hát gyakorlatilag volt egy ilyen, hogy a elhatározás 2007. augusztus 25, aztán különböző olyan számomra szinte hihetetlen procedúrák jöttek, jogi procedúrák, hogy ezért nem lehet így, azért nem lehet úgy. Végül is elhúzódott olyannyira, hogy a bejegyzés, hogy ilyen és ilyen számon most működik a Pest-megyei Bíróság által történt bejegyzés, az gyakorlatilag 2009 tavaszára datálódott. Értem. József, ön egyébként már korábbi portaadásunkban volt más minőségben is a vendégünk, ám azt gondolom, hogy mindkét szerepkörben közös dolognak mondható az, hogy a fiatalok, akár a zene vonulatában, amikor az EMSE zenekar kapcsán látogatott hozzánk, akár a Természetvédő Egyesület kapcsán, amikor szintén a fiatalok nagyon nagy hangsúlyt kapnak ebben a lehetőségben, mindkét szerepkör ebben megegyezik. Nagyon fontosnak tartom azt kiemelni, amit az Önök Természetvédő Egyesülete mottóként megfogalmazott, ami ugye úgy hangzik, hogy fát kell ültetni, mely a jövőnek hozza a gyümölcsét. Mit is kell ezzel érteni egészen pontosan? Hát ilyen nagy szavaknak tűnő valami, de valóban így van, hogyha az ember belegondol, hogy gyakorlatilag van egy szokásvilág, ami olyan, amilyen. Egy kis hasonlattal egyszer már nyilatkoztam egy cikkkel kapcsolatban, ilyen, hogy kihűlt vasat ütni már lehet, de nem elég hatékony. Emberi szokásvilágot, ezt a rossz beidegződést, ezt a káros trendet, amit gyakorlatilag egyfajta közösség napjainkban sajnos folytat, igen nehéz megváltoztatni. Lehet
senki nem tudja ezt a sziszifuszi munkát, bocsánat, felvállalni. Arra gondoltunk, hogy szemléletváltás, inkább a generációs váltás, amikor a fiataloknak megmutatjuk azokat a fajta szépségeket. Egy nagyon kis résznek tudjuk, csak vannak rá ambícióink, hogy milyen formába, de mégis, hogyha azt a picike kis fát, ahogy így képletesen ön is mondta, nem ültetjük el, soha nem fogunk tudni az árnyékába kerülni, vagy esetleg, amikor megöregedett, azzal fűteni, magyarul profitálni belőle. Milyen programokat szerveznek ennek a megvalósításának az érdekében? Mint mondtam, a vadásztársaság szívügye elsősorban ez, hogy a természetvédelem sokkal nagyobb teret kapjon, és ezért ő jelentős áldozatokat, érst anyagit is vállalt ebbe, hogy létrehozzuk és működtessük, és nem szeretnénk hirtelen ebből olyan profitot, ami gyakorlatilag kézzel fogható, és akkor a mai divatos befektetek szóval már rögtön nem is tudom milyenféle hasznokat reméljünk, hanem egy olyan trendet, ami sajnos sok évvel ezelőtt olyan természetes volt a paraszti világba, illetve a földművesek körébe, meg az egyszerű emberek körébe, hogy ez a környezet, ez egy Isten adta környezet, ezt meg kell becsülni, ezt óvni kell, de hogy hogyan és miként, erre nem kapnak soha példát a fiatalok, mert ők nem mennek ki az apukájukkal vagy az anyukájukkal a földre, és nem tapasztalják meg azt, hogy hogy szalad a kis hangja, és milyen szorgalmasan viszi azt a kis valamicskéjét, amit cipel. Nem tapasztalja meg, hogy védi a én közeledtem láttára a fészkét, egy fogoly, vagy egy kis, mit tudom én, bíbic, vagy bármi más. Egyáltalán nem tapasztalja meg azt, hogy figyel egy őz, amikor a kicsinyei ott vannak, és ő ugyan el tudna menekülni, de a kis gidák azok nem, és mindenféle trükköket bedobva próbálja elterelni a figyelmet. Tehát ez a szimbiózis, ami kimarad a mai fiatalok életéből. Erre próbálnánk valamilyen módon egy picit rá reflektálni, vagy a figyelmet ráirányítani, és akkor megtapasztalják, és amikor már volt ilyen példa, a legjobban ők vannak elámulva, hogy Atyaisten, de tök jó, és sajnos el kell, hogy mondjam, a média, elnézést sok esetben, a megölője a fiatalság és a természet kapcsolatának, fogva tartottjai az okostelefonnak, Facebooknak, hadd ne soroljam, ami nem rossz, hát ezért... Csak ismerni kell a határokat. Hogyne. Ezért van a Régió Plusz Televízió, hogy a médiát egy kicsit más szemszögből is megvilágítjuk, még és szerencsen közelebb hozzuk a fiatalokhoz a természetet most a jelen műsor által. Milyen kifejezett konkrét példákat mondhatunk el, amik mondjuk ezt a fajta ember és természet közötti együttműködést építették az Egyesület által? Azt tervezzük, hogy 2 korábbi évben már voltak próbálkozások ez irányba. Szalai Zoltán testnevelő tanár, aki szintén vadásztárs és ugyanúgy természetvédő egyesületi elnökségi tag is, 2 alkalommal már szervezett ilyen tábort, de nem a Galga völgyébe. Egyiket a Ipoly menti erdőgazdaság Királyrét tájékán, a másikot pedig lent Splitbe, egy tengerparti valami volt, mert nem konkrétan csak azt jelenti a természetvédő, hogy erdőmező, hanem a vízpartot is. És most arra gondoltuk, hogy éppen itt az ideje, hogy a Galga mentének a flórát, faunáját felölelő ismereteket az itteni gyerekek is valamilyen szinten szakmai koordinálással megismerjék. Itt pedig a konkrét helyszín Hévízgyörk lesz. A Hévízgyörki mi vadászházunk lenne, ahol akárkint, akárbent van lehetőség mind a két variációra, normál körülmények között, szociális feltételek biztosítása mellett van egy meghatározott részvételi díj, programfelsorolás, ezeket szétküldtük, mint szórólap az iskolákba, és
elsősorban ugye azért azt tudni kell, hogy a mi gyerekeinknek szól a dolog, feltételezzük, hogy az érdeklődés függvényében majd nagyobb létszám lesz, és akkor kettő turnust szervezve az iskoláknak a gyerekeiből az érdeklődő jelentkezőket is tudjuk majd fogadni. Ugye júniusban lesz egész pontosan ez a két turnus, az egyik június 18 és az azt követő hét, utána szombat, vasárnap a szünet, felkészülés a másik táborra, és akkor utána következő 25-től 29-ig jön. Adjunk némi ízelítőt a kedves nézőknek, hogy mi az, amire számíthatnak, hogy eljönnek ebbe a természetbarát, természetvédő táborba a gyermekek? Hát elsősorban van egy olyan fajta szabadság, ami eleve egy vadász habitusból fakadó szabadság, ami ugyan ellentmondásos, mert rengeteg fegyelemmel és kötelezettség és kötöttséggel jár, de mégis az a fajta nyitott, szabad viselkedési mód a megfelelő szabályok betartásával, ugye, mint jelzem, tényleg egy ellentmondásos valami, de egy pár mondat is rá fogok világítani, hogy miről van szó. A gyerekeknek rendkívül vonzó. Tehát úgy szabadnak lenni, hogy vannak kötelezettségeim, nem pedig csak úgy, hogy kötelezettségeim vannak, és nem látom akkor a sok fától az erdőt, hogy mi egyáltalán ebbe a jó. Hát ebbe az szokott lenni a jó, a gyerekeim, az én személyes gyerekeim, akik a emsés muzsikus gyerekek, azok cserkészek, és minden cserkész táborba azt a kihívást imádják legjobban, amikor a szélsőséges, életszerű, életszagú dolgok vannak, hogy hideg van, hogy esik az eső, hogy nekem kell összeszedni a fát, stb. De a vadász táborban egy kicsit azért komfortosabb lesz a dolog, de itt elsősorban egy olyan fajta magatartásmód a prioritás, hogy hogyan viselkedjünk egyáltalán kint a természetben. Mindenki fogja, és akkor azt hiszi, hogy na most szabad vagyok, és akkor elkezdek ott össze-vissza ugrándozni, mint egy bakkecske, vagy nem tudom, mihez hasonlítson. Nem tiszteli se az erdőt, se a mezőt úgy, hogy ő része ennek az egésznek, és egy megfelelő áhítattal kell akár egy erdei ösvényre lépni, akár egy mezei ösvényre lépni, mert az valakinek a lakása, az az élőhelye. Ez egy rendkívüli számomra megható dolog. Ezen kívül milyen programok fogják színesíteni? Hát aztán jön a szórakozás, persze, mert elsősorban a tábor pihenésről is szórakozásról szól. Arról van szó, hogy a különböző olyan hétköznapi ismeretek, mint az előbb említettük volt, a horgászat, a halfajoknak a megismerése, kötési módok, horgászati módok, egyáltalán a vízparti viselkedés, ha szerencse van és fogunk halat, akkor annak az elkészítése, megsütése, stb. Vadászattal kapcsolatban ugye nyilván az eszköz, íjászat lesz, fegyverbemutató, lövészet, nyilván a megfelelő szabályoknak megfelelően és felügyelettel, egyáltalán a fegyver kezelése, maga a ismeret, az gyakorlatilag arra is irányul, hogy mit, mivel és hogyan. Rendkívül fontos. Aztán, ha már a fegyvernél tartunk, akkor azt is fontos megemlíteni, hogy balesetvédelmi dolgokra is ki fognak térni az előadók mindenképpen. Szigorúan, az az első, addig semmi, addig csak nézünk. Aztán van solymászat, ugye a madarászatot mondtam, de gyakorlatilag azok is szép transzparensen és ornitológus előadásában. Aztán van itt egy hölgy, bocsánat, hirtelen a nevét, nem tudom, a Galgamenti természetvédő égisz alatt gyakorlatilag egy szakdolgozat kapcsán a Galga és Galgamentének flórafaunájából írt a szakdolgozatát, úgyhogy egy érdekes előadásra számítunk ott is. Aztán a Pető János barátom, aki vadászíró, az általános etikai normák, aztán Palaga László, aki a mi vadászásunk vadászmestere, a különböző olyan jellegű, konkrét, igazi, élő vadászati eseményeket, mint a les, vagy pedig a fegyver, akkor a Wilhelm György, aki szintén a mi vadászásunk hivatásos vadásza, a vadászati berendezéseket, akkor a felügyelő tanár az említett nagy tudású Szalai Zoltán, akit tényleg a vadászat egyik motorja nálunk,
a Galgamenti Galgatájvadászársaságban. Vérebes bemutatóval, illetve a vad után keresésével, a másik testnevő tanár az a vizslás kereséssel, úgyhogy lesz program bőven is esténkénti tábortűz, valamint a végén szeretnénk az EMSE zenekarral az áró tábortűznél egy kis folk ízelítőt is adni a Galga völgyének a kultúrájából. Tehát nem csak tanulva játszhatnak, hanem játszva is tanulhatnak a gyermekek ez alatt az egyhetes tábor alatt, és szakavatott előadóktól hallhatják mindazt az információt, amire szükségük van. Lassan azzal vagyunk bajba, így a program készítés kapcsán, hogy azért egy kis szabadidő is kellene nekik, meg egy kis szórakozás is, ez a sok minden mellett. Annyi sok információ kerül majd átadásra, de nyilván azért a testnevelő tanárok ezt a kérdést biztosan megoldják, hiszen pingpongozni, tollasozni, labdajátékozni. Hát meg azon túlmenően, hogy nem terhes, hogyha valaki szereti, illetve, hogy mondjam, kedveli azt, amit éppen csinál, akkor röpül az idő. Nem kell kitölteni másokkal. Pontosan, akkor nem érzik kötelességnek, hanem akkor megvan a szabadság valódi íze a gyermekek. Na ez volt az a pontos szabadság, amit az elején próbáltam megfogalmazni, hogy telekötöttséggel, teleprogrammal, de mégis egy olyan fajta szabadság, ami abból fakad, hogy a lélek úszik az örömbe, mert azt csinálhatja, amit szeret. Hogyan tudnak jelentkezni a táborba az érdeklődők? Gyakorlatilag iskolákba széttettünk egy ilyen program ajánló szórólapszerűségnek nevezhetjük, amin fel vannak sorolva a tábor résztvevőinek az elérhetőség is, illetve a jelentkezés lehetősége, a tábor díja, valamint a programok. Ezen kívül interneten esetleg van elérhetőségük önöknek? Nincs, de nem is nagyon akarjuk túlfeszíteni a húrt, nyilván a hírérték és majd a kiszélesedés érdekében hálásak vagyunk akár a régió televíziónak is, meg bárki másnak is, aki ezt propagálja, de per pillanat 20 főnél többet se a kezelhetőség miatt, mert ez csak gyerekekről van szó, sem pedig a férőhelyeink miatt nem tudunk egy alkalommal többet táboroztatni, tehát az a 2x20 fő van egyelőre megcélozva. Tehát akkor az érdeklődő kedves szülők és gyerekek az iskolában tudnak információkért fordulni. Így van, vagy pedig ezeken a szórólapokon, meg nagy plakát, amit kitettünk, A3-as formai plakátom, ott telefonos elérhetőség van a Szalai tanár úrnak, meg az én telefonszámom van rajta. Köszönjük szépen, József, hogy a vendégünk volt, és én nagyon kellemes időtöltést kívánok a nyári táborokhoz. Ebben nem lesz hiány, én azt gondolom. Köszönjük szépen a lehetőséget. Nagyon szívesen. Tordai Piroskával már találkozhat a kedves nézőink korábbi Porta magazinjainkban, most ismét vele beszélgetünk, és újra hasznos ingatlanadásvételi tanácsokkal szolgál nekünk ezúttal is. Kedves Piroska, korábban már volt arról szó, érdeklődtek kedves nézőink, hogy milyen típusú ingatlanok kellendőek leginkább a térségben. Most azonban arra térjünk ki, hogy a kistérségben és kifejezetten a vidéki területeken melyek azok az ingatlanok, amik felkeltik a távolabbi érdeklődők figyelmét? Nagyon sok e-mailt kaptunk erre a kérdésre. Az az érdekes, hogy leginkább azokat az ingatlanokat keresik, amik kicsi rezsivel rendelkeznek. Ja, biztosan te is tudod, hisz mindenki más érzi a saját pénztárcáján, hogy ma az élet igencsak megdrágult. Akár utazásról beszélünk, akár rezsiköltségről, gázköltségről, villanyköltségről. És akik ma házat vagy akár lakást akarnak venni, leginkább azt keresik, hogy a fenntartási költségei milyenek lesznek ennek az ingatlannak. Éppen ezért, amikor elkezdenek keresni, akkor egy-egy vidéki ingatlannál nagyon fontos az, hogy például van-e furt kút. Mert hiszen a víz költségében nagyon nem mindegy, hogy a locsolást azt miről fogja megoldani. Egy vidéki ház esetében nagyon fontos az, hogy van-e alternatív fűtése. Mit érthetünk az alternatív fűtés alatt ebben az esetben? Gyakorlatilag mindent, ami nem gáz. Tehát egy kandallót, amit fával fűtenek, de akár egy vaskályhát, amit most lehet kapni nagyon sok áruházban, elég olcsón, amit a kéménybe be lehet kötni, és plusz fűtésnek, kiegészítésnek nagyon jó tud lenni, egy helységet teljesen jól befűt.
Alternatív fűtés például egy cserépkályha, legyen az hordozható cserépkályha, vagy nagy beépített. Attól függ, hogy ki mit választ, de azt is fával fűtik most már általában, és a fának a bekerülési költsége az most alacsonyabb, mint a gázé. Alternatív fűtés például, ami mondjuk vidéken nem annyira elterjedt, de most már azért a városokban egyre többet látunk, egy-egy napelem. Tehát egy-egy napelemes fűtéskör, egy puffer tartállyal, ahol 500 liter meleg vizet fel tud melegíteni a napenergia, és az kering a rendszerben, az egy nagyon jó alternatív fűtési megoldásnak számít. Igaz, hogy egyszerre az egy nagy beruházás, de később vevő szempontból ez egy nagyon jó érv lehet. Alternatív megoldás például egy vízteres kandalló, ahol a fával fűtöm a kandallót, a kandalló melegíti a vizet, és a víz kering a radiátorokban, és ez egy nagyon jó alternatív megoldás, mert nem gázt használok. Tehát például ez egy nagyon jó rezsi csökkentő tényező tud lenni. Akkor ami rezsi csökkentő tényező még például, hogy sokan egyre inkább úgy vannak vele, hogy legyen csatorna is, de legyen emésztő is. Tehát, hogy mind a két megoldás legyen. Ahol a csatorna még nincsen rákötve, tehát még emésztő vagy derítő van, az például lehet egy plusz jó tényező. Akkor ami szintén plusz tényező lehet, hogyha vannak melléképületek, hiszen aki ma kiköltözik vagy beköltözik egy vidéki házba, az azt nézi, hogy hol tudja az élelmiszer költségeit is egy kicsit csökkenteni. Tehát azt mondjuk tudjuk, hogy ma már egy tojás, az 50-60 forint is a piacon, nem mindegy, hogy csirkét tartok 3-at, 4-et, 5-öt, és akkor megvan a tojás adagom egész hónapra, vagy meg kell vegyem. Tehát például ez egy nagyon, nagyon nagy szempont tud lenni. Akkor ami még szempont szintén, a közlekedés. Igen, ezt akartam éppen kérdezni, hogy mi a helyzet az infrastruktúrával, hiszen ugye a városban élők hozzászoktak ahhoz, hogy gördülékenyen közlekednek, vidéken ez nem mindig sikerül ilyen rugalmasan. Igen. A vidéki ingatlanoknak egy része azért nem tud versenyezni az árakkal, és akár utcaszinten is változik, esetleg egy ugyanolyan kockaháznak az értéke a falu vagy a községnek az egyik részén egészen más áru, mint a másik részén, mert mondjuk az egyik közel van a vasútállomáshoz, tehát kvázi Budapest elérhető 30-40-50 perc alatt egy vonattal, míg a település másik része az 15-20-25 perces gyaloglás, vagy biciklizés, biciklitároló nem nagyon van, vagy autózás, de sokaknak nincs autója. Tehát hiszen, ha elköltözünk, akkor sokszor azért költözünk a városból vidékre, hogy a rezsiköltségünket csökkentsük. Rezsiköltség a benzin is, meg az autó is, meg a kötelező biztosítás, meg a súlyadó. Tehát akkor nyilván nem akar autót tartani, és a legtöbb család, aki vidékre költözik, az úgy költözik, hogy a férfi tag, a család fenntartó bejár Pestre dolgozni, ezért nagyon fontos a közlekedés, akár busz, akár a vasút, hiszen a vállalatok nagy többsége, ugye 86%-ban téríti az utazási költséget, nem adja fel a munkahelyét, de mellette háztáit tart, mellette fával tüzel, mellette kútból szeretné a vizet, mellette nem akar a villanyért annyit fizetni, és ha még tyúkot is lehet tartani, akkor az ugye plusz. Ehhez viszont óvoda kell, ehhez iskola kell, ehhez legalább 3-4 perces távolságba közért kell, ahol a napi élelmiszereket azért be lehet szerezni. Tehát ez fontos tényezője egy háznak, hogy a térségben, vagy az adott községben hol van ez a ház. Nagyon fontos. Tudom, hogy ez aki egy ingatlanba él, nem merül fel kérdésnek, de egy érdeklődő, amikor jön, akkor megnézi az utcaképet. Tehát talán elsősorban nem is a ház dönt, hanem a szomszéd és az utcakép. És az a hangulat, így ami van, megragadja őt, betonút, vagy nem ragadja meg. Betonút, vagy földút. Széles út, vagy keskeny vagy út. Tehát ezek fontos tényezők, igen. Ha már kitértél az érdeklődőkre, azt gondolom, hogy nagyon fontos szempont azt is megemlíteni. Erről is volt már ugyan szó érintőlegesen a korábbi magazinunkban, de
amikor egy vidéki házát áruló ember szembe találja magát egy érdeklődővel, hogyan tudja felmérni azt, hogy ez az érdeklődő valóban potenciális vásárló-e, vagy pedig szimplán csak nézelődik, és hogyan tudtok ti, mint ingatlan tanácsadók ebben segítséget nyújtani neki? Köszönöm a kérdésed, mert ez azért nagyon jó, mert én azt gondolom, hogy egy laikus eladó, aki nem foglalkozik nap mint nap emberekkel, illetve kizárólag a saját házát árulja, tehát nincsen rálátása a piacra, nem tudja megállapítani, hogy ő tényleg vevő, vagy nézelődő. Egy eladónak mindenki potenciális vevő, aki becsönget. De mondok egy nagyon egyszerű példát, egy kisközségben lévő ingatlan, földút, viszonylag alacsony ár, vályog építés, nagyon szépen karban van tartva, cserépkályha, van furtkút, lehet háztáit tartani, majd érkezik szép autóba egy érdeklődő, a feleségével, öltönybe, tiszta cipőbe, kiszáll az autóból, és konstatálja, hogy poros lett a cipője. Egyébként bemegy az ingatlanba, és végig gondolja, hogy ő reggel 9-től este 8-ig dolgozik, a felesége szintén, ki fog begyújtani a cserépkályhába, az mikorra lesz meleg, a melléképületet valószínűleg sose fogom használni, tehát jó, hogy az ára olcsóbb, mint egy lakásnak, ám de hova rakom az autómat, mindig poros lesz a lábam, itt kapálni kéne, háztáit tartani, tehát az életforma maga nem egyezik. És ezt mondjuk egy eladó nem biztos, hogy rögtön leszűri. Vidéki ingatlanokat általában olyan emberek keresnek, akik vagy szeretnének kertet, kis kertet, tehát szeretnének ültetni saját maguk által termesztett paradicsomot, paprikát, krumplit, uborkát enni, mert vagy egészségesebben szeretnének táplálkozni, vagy szeretnék az élelmiszerköltségüket csökkenteni. Tehát vagy ilyen ember, vagy olyan, aki egész egyszerűen a városi lakását és a városi életét nem bírja fenntartani anyagilag. Aki tényleg háztáiból szeretne élni, és sertést tartani, kecskét tartani, lovakat tartani, nagy háztáit, azok inkább tanyára mennek. Tehát sokkal nagyobb földterületet vesznek, és sokkal nagyobban gondolkodnak. Őnekik például nem fontos a közlekedés, viszont nem is költöznek be egy község közepére. És ti pedig partnerként működtök ebben, hogy segítséget nyújtsatok a potenciális vevők megtalálásában az eladónak. Így van, így van. Illetve nem csak ebben működtök partnerként, hanem számos más szolgáltatást is biztosítotok, ahogyan arról szó is volt az előző adásban, és ezek közé tartozik az ármeghatározás is, ugyanis ti értékbecsléssel is foglalkoztok, viszont ne szaladjunk ennyire előre, elsősorban beszéljünk az ármeghatározásról. Miért fontos az, hogy megfelelően határozzuk meg az ingatlanunk árát, és hogyan tudjuk ezt megfelelően meghatározni? Hát ez egy nehéz kérdés. Leginkább azért nehéz, mert az eladók fejében általában van egy ár. Tehát aki eldönti, hogy szeretné eladni az ingatlanát, az mindjárt tud mellé egy árat, hiszen ennyibe került a beton, ennyibe került a telek, ennyibe került az új fürdőszoba, na meg a kazdán, a cserépkáját is tavaly csináltuk, és bekötöttük a csatornát, meg az úti, tehát összerak a fejében egy árat, és általában a legtöbb eladó azt az árat szeretné visszakapni, amennyit ő erre az ingatlanra ráfordított. Beleszámolja még azt is, hogy nem is tudom melyik adásban említettem, hogy a kislányom ide járt iskolába, és akkor ennek van egy érzelmi értéke. A szubjektív hozzáadott érték. Így van, és ennek van egy ára. Igen, ám csak amikor jön a vevő, akkor a vevőt nem érdekli, hogy ez a fürdőszoba mennyibe került, a vevőt az érdekli, hogy a piacon adott ingatlanból hány darab található, és ez milyen áron van. Most az eladó nem nagyon tud utána menni internetes oldalakon, megkérdezni körbe a térséget, a különböző eladókat, hogy te mennyiért árulod, és te mennyiért árulod. Ja, és akkor az vajon reális-e? Tehát egy eladó csak a saját házából indul ki, mi viszont rálátunk a piacra, és látjuk azt, hogy adott településen milyen áron kelnek el házak. Tehát az ár meghatározás az elsősorban nem a bekerülési értékből adódik, és én nagyon sokszor el szoktam mondani az eladóimnak, hogy
én tudom, hogy ez a ház értékében többet ér. Én tudom, hogy ebbe több a tégla, több a beton, több a munka, de ma ezt a házat nem lehet annyira eladni. Egyszerűen azért, mert sok másik ház van kevesebbért, vagy közel azonos áron, nagyobb értékkel. Na most az ármeghatározásnál éppen ezért, ha tényleg el szeretné adni, akkor mi elmondjuk, hogy a piacon milyen ingatlanok szerepelnek, tehát az ő háza kikkel fog együtt versenyezni. Ez ilyen nagyon egyszerű, hogyha az ember elképzel egy boxmeccset. A nehéz súlyú és a pilles súlyú versenyző, ha egy ringbe mennek, akkor valószínűleg a nagyobb versenyző sajnos ki fogja ütni a kicsit. Na most ugyanez egy nagyobb értékű ingatlan olcsóbban, sajnos az fog előbb elmenni, mint egy kisebb értékű drágában, mert ha egy kategória... a ringbe kerülnek, igen, akkor... Így van, ha egy kategóriába versenyeznek, akkor egy kandallós 1600-as telkes, 10x10-es kőház, aminek esetleg ki vannak cserélve a nyílászárói, hamarabb el fog menni ugyanazon az áron, mint egy 10x10-es kőház, nem kicserélt ablakokkal, kandalló nélkül, ugyanannyiért. Tehát viszont aki a nem kicserélt ablakos házban él, nem tudja, hogy ugyanazért a pénzért én kicserélt ablakos, kandallós házat is tudok. Na most a vevő erre mit mond? Hát ide már nem kell ablakot cserélni, és nem kell kandallót betenni. Nyilvánvalóan azt fogja választani. Így van. Tehát az ármeghatározás az ez. Viszont az értékbecslés, amiről beszéltél, az egy más kategória. Ott vagy piaci értékbecslést csinálunk, és akkor reális piaci árat nézünk, vagy bekerülési értéket, vagy beruházási értéket tudunk nézni. Ez egy más történet. Ezt igazából egy sima eladáshoz nem kell. Tehát aki simán csak szeretné eladni az ingatlanát, annak nincsen szüksége értékbecslésre. Elég az, amit egy ingatlan szakember mond. Milyen esetekben van rá szükség? Akkor van szükség például, amikor egy családban mondjuk hagyatékra került egy ingatlan, és három testvér szeretné egymást kifizetni vagy kivásárolni, viszont mondjuk nem szeretnék eladni, vagy nem szeretnék megvárni, míg piacra kerül az ingatlan, és harmadolhatják a pénzt, hanem akkor azt mondják, hogy hívnak egy szakembert, ez a szakember csinál egy értékbecslést, amit felelősséggel vállal a benne szereplő tartalomért, és ebből az értékbecsléssel, ami egyébként a bíróságon is megáll, tehát mint tény, az felhasználható, mint szakvélemény, ez alapján ők el tudják dönteni, hogy tulajdoni hányaduk szerint hogyan legyen felosztva az ingatlan, ha bár nem kerül eladásra például. Milyen részekből áll össze egyáltalán egy ilyen értékbecslés, hogyan készül el? Hát először is kell hozzá egy helyszíni szemle, amikor is ki kell menni az ingatlanhoz, fel kell mérni, miből van az összes dokumentum, ami rendelkezésre áll, azt be kell szerezzük. Ha van építési engedély, használatba vételi engedély, alaprajzok, gázterv, villanyterv, ne jegyen meg senki, akinek nincs ilyen, ha nincs ilyen, akkor azt mi pótoljuk, nem szerezzük be, de valószínűleg véleményezzük, hogy van, hiszen be van kötve a gáz, de ami elérhető, azt mindent beszerzünk. Ez alapján készül egy községleírás, készül egy utcaleírás, egy házleírás, egy lakásleírás, mindennek, hogy mit tartalmaz, miből van, milyen a tető, milyen a födém, milyen az ellátottsága, milyen az infrastruktúrája. Hozzá kell tegyünk 6 másik ingatlant a térségből, amit összehasonlító árnak tudunk felhasználni. Így kijön egy négyzetméter ár, és azt szorozzuk fel az ő négyzetméterével gyakorlatilag. Tehát azért ez egy nagyon komoly 28-30 oldalas szakvélemény, amit az ügyfél megkap a kezébe, mint egy kis füzetet. Mibe kerül nekünk mindez, hogyha ilyenre van igényünk?
Hát, hogyha valakinek erre igénye van, hangsúlyozom, sima eladáshoz nem kell. Tehát azért, mert valaki szeretné eladni az ingatlanát, akkor neki nincsen szüksége ilyen értékbecslésre. De ha kifejezetten bíróságra szeretné vinni, hagyatékra, vagy esetleg válláshoz van szüksége, akkor ez egy 30 ezer forint plusz áfás összegbe kerül, ez két példányba kapja meg, meg kap egy CD-t hozzá, de mondom, hangsúlyozom, ez a sima eladáshoz abszolút nem kell. Értem. Köszönöm szépen, hogy ismét megosztottad velünk ezeket az információkat, és felvilágosítást kaphattunk tőled mi is, és kedves nézőink is. És hamarosan ismét várjuk Önöket képernyőink elé, amikor is a hitelezésről és a szocporról kaphatnak bővebb felvilágosítást Tordai Piroskától. Adásunk elején már tájékozódhattak kedves nézőink a Galgamenti Természetvédő Egyesületről, most azonban műsorunk végéhez közeledve a Gödöllő környéki regionális turisztikai egyesület elnökével beszélgetek. Volt szerencsénk hozzá, hogy elfogadja a meghívásunkat Párna Pál úr. Szeretettel köszöntöm Ön stúdiónkban. Én is nagy szeretettel köszöntöm a stúdió részvevőit és a kedves nézőket. Szeretném megkérdezni, hogy ez az egyesület mikor alakult és kik hozták létre? Pontosan 16 évvel ezelőtt alakult az egyesület, és alapvetően vendéglátósok az alapító tagok, mégpedig abból az elgondolásból, hogy a híres magyar vendéglátásnak, a gasztronómiának az értékeit megőrizve legyen egy egyesület, amely tovább viszi, öregbíti ezt a hírnevet. Hány tagot számlál az egyesület jelen pillanatban? Jelenleg a regisztrált tagunk létszáma 146, és ezt némi büszkeséggel kell megállapítanom, hisz 16 éven keresztül fenntartani egy egyesületet, ahol 10 alapítottuk, és ma ennyi taggal rendelkezünk, én azt hiszem, ez magáért beszél. Nagyon sokrétű az összetétele az egyesület tagságának, ebben vannak önkormányzatok, vannak művelődési házak, vannak vállalkozók, vannak civil szervezetek, nyugdíjasok, diákok, és ahogy a filmen szokták mondani, és sokan mások. Tehát nagyon színes összetétele van, és ez olyan szempontból is kiemelkedő és nagyon fontos, hogy a turizmus olyan vertikális információ rendszerrel kell, hogy rendelkezzen, ami felöleli az embereknek minden kíváncsiságát, amit egy turista elvár magának egy látogatás során. Visszakanyarodnék egy icipicit a létszámhoz, itt ugye 146-ot említett az úr, viszont azt gondolom, hogyha itt ugye különböző szervezetek is és csoportok is beletartoznak, akkor ez, hogyha a fő tekintetében gondolkozunk, akkor ez több ezer főt is jelenthet. Igen, őszintén megvallom, néha én is elgondolkodok rajta, hogy egyszer utána kéne néznem, hogy egy önkormányzat, vagy egy művelődési ház, vagy egy civil szervezet hány száz, vagy hány ezer embert von maga után ebbe a közösségbe. Én azt hiszem, hogy nem feltétlen fontos ennek utána számolni, a kedves nézők el tudják képzelni ezek után, főleg ha azt is hozzáteszem, hogy a mi munkánk 16 év alatt duzzadt föl annyira, hogy jelenleg 44 települést látunk el Pest megyébe, idegenforgalmi információs rendszerrel. Ez egy csodálatos teljesítmény, azt gondolom, ezen igen, az idő alatt. Igen, én is azt hiszem. És ezt az információs rendszert azért is hangsúlyoznám ki kellőképpen, mert ennek van egy olyan, most már évek óta működő adottsága, ahol az internet kapcsolatot helybe mind a 44 település önkormányzata, vagy művelődési háza, attól függ, hogy hol ki foglalkozik a témával, saját maga be tud a rendszerbe lépni, és napra készen tudja a programaimat betáplálni. És ez megjelenik az interneten keresztül 146 Turinform irodának a honlapján az országba, tehát hogy úgy a futótűzként tudják a programokat napra készen információ készíteni.
Ezzel a nagyszerű dologgal egyébként én is szembesültem, amikor kutakodtam a munkám során az Egyesület után, és meglepve tapasztaltam azt, hogy nekem csupán annyi volt a teendőm, hogyha arra voltam kíváncsi, hogy éppen a szülőfalumban Galgahévízen milyen programok lesznek, akkor csak rákattintottam Galgahévízre, és dátum alapján mindent felsorolt nekem, ami már volt és ami már lesz, elérhetőséggel, részletes programkiírással együtt, és ez csupán egy település a 44-ből. És ha már ide kalandoztunk, akkor beszélgessünk egy kicsit arról, hogy itt a turisztika szempontjából, ugye csodálatos környék Gödöllő és térsége. Mely sokszínűség az, ami mindezt jellemzi, és ezt hogyan tudja az Egyesület ezeket az értékeket magáévá tenni? Hát ugye itt azért meg kell állapítani egy dolgot, hogy a turizmus két dologból áll. Az egyik az úgynevezett örökölt turizmus, amit például létrehoztak, ugye, hagyj említem meg itt azért Grassalkovics urat, aki azon kívül, hogy különböző kastélyokat hozott létre, 33 templomot építette a környéken, és sokszor szoktam mondani, hogy talán nem építkeztek volna az őseink ilyen dolgokat, nem tudom, hogy mi lenne a turizmussal. Tehát ez az egyik fele a turizmusnak, a másik pedig a napjainkban kialakított turizmus, ami rendezvényekből, egyéb összejövetelekből áll. Ez a kettő teszi ki a turizmust magába. Ezt kell nagyon ügyesen úgy összehozni és egybe komponálni, hogy ez vonzó legyen az ide látogató turista számára. Lényegében nekünk ez a feladatunk. A turisztikai egyesületünket én mindig úgy szoktam nevezni, hogy egy műhely, ami egy kaptár, ami magába szívja és begyűjti azokat a lehetőségeket, amiből turizmust lehet, mint olyat kovácsolni, és ahogy ön említette, mi ezt olyan naprakész, elérhető feladatként tárjuk a kedves közönség elé, akik pillanatok alatt tudnak tájékozódni és el tudják dönteni, hogy hova, miért érdemes menni, hova, milyen módon és mit lehet látni, és azért elgondolják a kedves nézők, hogy ez naponta mekkora munkával jár, hogy ezt életbe tartsuk, frissítsük, és ez mindig működőképes legyen. És milyen szintű kooperációt igényel? Úgy mindez. Van. Ez a fő feladatunk. Ez kell, hogy csináljuk, meg ezt csináljuk. Ezen kívül egyébként vannak-e más egyéb saját szervezésű programok a térségben? Hát, először is, hogy mi a érdekeltséget a térségbe, a helyi önkormányzatokat is be tudjuk vonni a munkánkba, akkor mi minden hónapban nem központban állunk Gödöllőn az irodánkban, ne rendezünk egy összejövetelt, hanem mindig megcélzunk magunknak egy olyan adott területet, ahol úgy érezzük, hogy például az a turisztikai lehetőség egy picikét több is lehetne, mint ami jelenleg működőképes, és akkor megkérjük a polgármester urat, vagy asszonyt, megkérjük a művelődési ház vezetőjét, vagy aki éppen elérhető és hadrafogható, csináljunk egy közös rendezvényt, és oda összehívjuk a társaságot, tagjainkat, meghívott vendégeket, netán előadókat, és ott egy picit, hogy úgy mondjam, fölrázzuk a lehetőségeket, hogy lám, itt többet is lehet tenni, mint ami eddig történt, és ez eddig nagyon nagy sikerrel 16 év alatt bejött. Minden hónapban van valahol a térségben kihelyezett rendezvényünk. Meg kell említenem, hogy itt a következő például a vallásturisztikára alapozva, mert ezért hozzá kell tegyem, hogy a világon a vallásturizmus 30%-át teszi ki a turizmusnak. Tehát ez nagyon érdekes arány. Nagyon komoly. Oda kell figyelni a vallásturizmusra, és egyre inkább növekvő a vallásturizmus. És ennek a kapcsán például a Fóti plébániára vagyunk hivatalosak május 16-án, ott lesz egy vallásturisztikai konferencia, ahol még a Váci püspök is részt vesz. Tehát nagyon sokrétű a mi feladatunk. Van egy kiadványunk, amiben szerepel felsorolva, hogy hányféle témával foglalkozik az Egyesületünk. Nem akarom az időt most ezzel húzni, hogy mindazt a 14-et felsoroljam, de csak úgy egy-kettőt szemelvének kiemelek. Például a vallásturizmusról beszéltem, akkor van a lovasturizmus,
van a rendezvényturizmus, van a borturizmus, és hagyd ne mondjam tovább, tehát rengeteg ága van a turizmusnak. Én azt szoktam mondani mindig, és ez nagyon helytálló, nincs olyan ember a világon, aki valamilyen módon a turizmushoz kötődjön. Az egyik az benne dolgozik a turizmusban, a másik felé pedig élvezi ennek a hasznát, azaz használja a turizmust. Pontosan. Beszélgettünk a rendezvényekről. Az elmúlt 16 év során melyik az a 2-3 olyan rendezvény, amit Pál most kiemelne nekünk? Hát van nekünk egy nagyon kedves szívünkhöz nőtt rendezvényünk, amit elsőként meg kell, hogy említsek. Ezelőtt 6 évvel egy olyan nemzetközi pályázatot nyertünk el, aminek az volt az egyik követelménye, hogy létre kell hoznunk egy olyan vándorrendezvényt, amely minden évben más-más településen lesz megvalósítva. Mi ezt 6 évvel ezelőtt elkezdtük Gödöllőn. Ennek a neve, igyekeztünk olyat találni, ami valahol hozza a mai magyar adottságot, és mi legyen benne? Hát ugye van 1000 éves múltja, több mint 1000 éves múltja Magyarországnak, és erre büszkéknek kell lennünk. Ezen kívül valamit hozzá kell kapcsolni, olyat, ami ugye nem csak lelkiekbe kell, hogy az ember gazdagodjon, hanem azért a testet is táplálni kell. Mit lehet ehhez hozzátenni? Hát a híres magyar kenyeret, meg a bort. És így adtuk ennek az ünnepségnek egy olyan nevet, hogy kenyér, kultúra és bor ünnep. Ezt még megfűszereztük egy picit azzal, hogy ugye borversenynek is benne kell lenni egy bor ünnepbe, és ez mindig megelőzi az ünnepséget egy hónappal, egy nagy borversenyt rendezünk. De borverseny rengeteg van az országban. Mitől tegyük érdekessé? Hát kitaláltuk, hogy külön versenyt rendezünk a versenyen belül az egyházi és a világi borok között. Ez érdekes. Meg kell említenem, hogy nagyon meglepődtünk az első évben, mikor ez az első alkalommal ezt megrendeztük, mert nagyon értékes egyházi borok kerültek a versenyre be. Pécsi borpincészet például csodálatos boraival, Pannonhalma csodálatos boraival, egriek, és hogy nem mondjam tovább. Úgyhogy például bizony a világiak hoppon is maradtak egy picit, mert elvitték a legjobb aranyakat az egyházi borok. Tudni kell, hogy ha visszatekintve a történelembe, az egyházi pincészetek voltak a kimagasló pincészetek. Nagyon fontos, hogy ugye gyümölcsből, gyümölcsből készüljenek. Úgyhogy ezt az ünnepséget minden évben máshol rendezzük. Gödöllőn indult, Fóton, Mogyoródon, Pécelen, Tóalmáson, most például a mai idei rendezvényünk, már a borverseny megvolt, és nagyon büszkén kell bevallanom, hogy jó szervezés volt ez az év főleg, mert ilyen magas létszámmal még nem neveztek be, 186 bort mintát kaptunk az ország különböző borgazdaságából. Ez gyönyörű. Úgyhogy óriási felhozatal volt, nem győzték a bírálóbizottság elbírálni a borokat, és nagyon jó borok voltak, főleg a vörös borok. És melyik település ad otthont a rendezvénynek ebben az évben? Most Veresegyház. Veresegyház. A maga az ünnepség pedig július 30-án és július 1-én szombaton és vasárnap lesz. Kétnapos nagy rendezvény, főleg a vasárnap a súlyos része ennek, ahol az egyesületünk összefogásával, az önkormányzattal együtt, meg az otthoni művelődési házzal együtt, egész napos műsor megy a színpadon, borfelvonulás, borlovagavatás, borszentelés, eredményhirdetés, és hogy úgy van, bor, meg kenyér, meg minden egyéb téma szerepel egész nap, és óriási műsorral együtt, úgyhogy ez reklám is egybe a rendezvény. Mindenkit várnak szeretettel az egyesület tagjai. Mindenképpen. A közelmúltban pedig szintén volt egy nagyszabású rendezvény, méghozzá az Egyesület éves közgyűlése került megrendezésre, április 20-án, ahol egyben egy elég komoly megnyitó műsor is zajlott, ami miről is szólt?
Hát ez nálunk mindig nagy ünnep. Egyrészt ilyenkor azért visszatekintünk az egyéves munkánkra. Mit végeztünk, mit tettünk jól, és mit nem. Mert őszintén megvalva az eredmény ne vakítsa el soha az embert, hanem inkább azért tekintünk vissza, hogy mit nem, hogy okuljunk belőle, és megpróbáljunk ennél jobbat tenni a következő évben. A rendezvényünknek 9 éve ad színhelyet a Lázár testvérek, a Lázár Avas Park, és nagyon köszönöm, mert óriási megtiszteltetés és segítség számunkra, hogy ilyen jeles helyen tudjuk a közgyűlésöket megtartani. Természetesen, hogy ennek rangot is kell adni, mert én azt hiszem, aki utólt láthatta, és remélem a kedves nézők is fogják látni. Hamarosan fogják látni a műsor után. Hogy hát igyekeztünk a környékben lévő olyan művészeket meghívni erre, és hozzá kell egy, én mindig is híve voltam, hogy nem a hivatásos művészeknek kell elsősorban egy ilyen közösségnél ott szerepelni, ott lenni, hanem akik a maguk jó szántából állnak össze, és a hagyományainkat megőrizve jönnek oda, és adják tiszta szívvel, lélekkel azt, amit tudnak. És igyekezzünk mindig a környékben lévő településeknek a együtteseit, énekkarát, táncosait és egyveket meghívni. Hát így került sor most itt például a isaszegi asszonykórusra, akik évek óta járnak hozzánk, vagy van egy nagyon, decemberben volt szerencsém megismerni Aszódon egy nagyon jó kis fúvós zenekart, ami pécceli tanárokból áll össze. Meghívtuk őket, és örömmel elfogadták a meghívást, szenzációs megnyitót tartottak, és hát a Bagi Bogár együttesről nem is beszélve, akik fergek teljes tánccal. Hát talán mindig el is árultam, és bekonferáltam őket, de remélem, hogy nagyon jó fog szórakozni majd a kedves közönség is rajta. Tehát ezzel a pompás nyitással indult a közgyűlésünk. Itt utána egy picit, hogy úgy mondjam, száraz időszakprogram, elméleti megbeszélés, kötelező dolgok vannak, ugye be kell számolni egyrészt ugye arról, hogy mi történt az évben. Ezen kívül pedig, hogy a tagságunk tájékozódva legyen az országos turisztikai témákról is, mindig a minisztériumtól, Turizmus RT-től szoktunk meghívni olyan jeles vezetőket, most egy főosztályvezető volt ott, aki az ország turisztikai feladatát, hogy milyen célok felé haladunk, ezeket ismerteti és elmondja, hogy ne csak tőlünk tudja a kedves tagságunk, hogy milyen feladat vár ránk a következő években, hanem ezt a közvetlen a vezérektől, a vezérkartól is tudják, hogy tulajdonképpen mi van. Mindezeken kívül pedig díjátadásra is sor került a rendezvényen, méghozzá elég nagy színvonalú díjakra. Ugye nálunk fizetett alkalmazott nem sok van, mert elég szűk anyagi keretekből kell gazdálkodnunk. Ugyanakkor, hál' Istennek, nagyon sok olyan lelkes ember van, aki nem nézi, hogy kap-e érte pénzt, tudja, hogy ott neki ott a helye, tagja, elkötelezettje. Szívügyének és érzi. Jönnek segíteni, és csinálják a dolgokat. Ha ez nem volna, akkor mi így töredékét tudnánk megvalósítani annak a programnak, amit célkitűzésként magunk elé kitűzünk, és hát valamilyen módon meg kell köszönni ezeknek az embereknek ezt az igyekezetét. És ezért 8 évvel ezelőtt kitaláltuk, hogy alakítsunk egy díjat, hivatalosan el van fogadtatva, bejegyeztetve, tehát ez nem csak a saját alakításunk, ezt regisztráltattuk, bejegyeztük, ez a turizmusérdíj, Gödöllő környéki turizmusérdíj, ez a pontos neve. Tehát aki kimagasló munkát végez az egyesületnél, akkor az egy ilyen díjban részesül. Minden évben 4 díjat adunk ki, az alapszabályunk így szól, ennél többet nem, kevesebbet kiadhatunk, de többet nem adhatunk ki. Nos, büszkén kell, hogy mondjam, hogy az elmúlt 8 év alatt még mind a 4 díjat minden évben ki kellett, hogy adjuk, mert ennyi volt, aki jó dolgozott.
Tehát megérdemelten minimum kap, ennyi. Megérdemelten kapták meg. Gondolom, hogy a stáb ott volt a közgyűlésünkön, hogy regisztrálták, fölvették a díjakat is. Nem kell külön ecsetelnem, látja majd a kedves közönség, hogy nagyon szép rangos díjakat adtunk át, úgyhogy erre büszkék vagyunk, és hát ezzel igyekszünk megköszönni, ezen kívül, hogy élőszóval is mindig megköszönjük a munkájukat, akik segítenek nekünk, de ezt gondolom egy örök emlékként elteszik maguknak. Kik voltak azok az idei évben, akik megkapták ezt a díjat? Itt már említettem az adásban, hogy volt egy asszonykórus is a Fegről, és mi igyekszünk mindig egy ha lehet, akkor egy csoportnak, ahol több ember is van együtt, és tevékenykedik, azokat díjazni. Így elsőként az asszonykórus volt, akit a vezetőség úgy döntött, utána később a választmány is megszavazta, hogy jó döntöttünk, és az asszonykórus kapja. Az elmúlt évben Tóalmáson volt megrendezve az a nagy rendezvényünk, amit említettem az adásban, a kultúra és bor ünnep, és Tóalmás polgármester asszonya, és az alpolgármester úr olyan aktív szerepet vállalt ennek az ünnepségnek a lebonyolításába, hogy azt kell, hogy mondjam, hogy nélkülük ez a rendezvény nem tudott volna létrejönni, ezért úgy döntöttünk, hogy őket, mind a kettőjüket ezzel a díjjal megjutalmazzuk, és ezúton is köszönöm nekik a jó munkát és a jó hozzáállást. És amit az adásban említettem, hogy van egy vallásturisztikai konferenciánk május 16-án. Zsuzsika a vezetője az ottani kis egyesületüknek, ami vallásturisztikával foglalkozik, és hát ő olyan lelkes 10 éve dolgozik velünk, minden rendezvényen ott van, pedig hozzá kell tegyem, hogy nem kis gondjai vannak, mert először is egy csodálatos 4 gyerekes édesanya, ami magában azt hiszem, hogy akik édesanyák tudják, hogy nem kis gonddal jár, de emellett ugye a plébánai feladatokat is, amit ráról a plébános úr el kell látni, és a vendégekkel való turisztikai foglalkozásnak is eleget kell tenni. Hát úgy gondoltuk, hogy az ő igyekezetét szintén megháláljuk egy ilyen díjjal, úgyhogy ők voltak a díjazottak. Pál, én pedig önnek köszönöm nagyon szépen, hogy itt volt velünk, elfogadta a meghívásunkat, és kedves nézőiket pedig arra kérem, hogy ne menjenek messzire a TV képernyője elől, hiszen Porta magazinunk végeztével megtekinthetik azt a bizonyos megnyitó műsort, amiről itt több mondat már elhangzott, és ízelítőt kaptak belőle. És ha pedig kedvük támad, akkor böngészszék a Turisztikai Egyesület honlapját, az elérhetőséget láthatják képernyőnkön. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk, és mindezt megosztottam. Én köszönöm, hogy meghívtak. Nagyon szívesen. Önök a Porta 49. adását látták. Köszönöm, hogy ismét velünk tartottak, várom önöket új témákkal a jövő héten is. Műsorainkat ne feledjék, hogy már az interneten is megtekinthetik, honlapunkon a www.regioplustv.hu oldalon a videótermenüpontra kattintva. Viszontlátásra!